Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ismételten vége a nyárnak, és tanulók tízezrei kezdik el az új tanévet. Tanévkezdéskor a közlekedésben résztvevőktől is elvárható, hogy fokozottabb figyelemmel vegyenek részt a közlekedésben, hiszen a gyermekek jelenléte az utakon nagyobb kockázati tényezőt jelent. A kockázati tényező csak erősödik, ha gyermekek egyedül, felnőttek nélkül közlekednek, hiszen tudható, hogy sokszor meggondolatlan dolgokat is cselekszenek, amelyeknek a kivédése minden embertől többletfigyelmet kíván. Fontos megjegyezni azt is, hogy a tanév ideje alatt a tanulókat nem csak közlekedési balesetek, hanem más, egyéb, nem kívánatos esetek is érhetik. Mai műsorunk vendége Barta Zoltán, a Társabajban Egyesület alapító elnöke. Vendégemet az iskolai szezon alatt megnövekedő és a tanulókat érintő kockázatokról, illetve az esetleges balesetek elkerülésének a lehetőségeiről is kérdezem. Jó estét kívánok, szervusz Zoli, üdvözöllek itt a stúdióban, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ismételten a hátam mögött tudhatunk egy nagyon erős, kellemes nyarat, bízom benne, hogy mindenkinek ez nagyon kellemesen telt, de elkezdődik az iskolai szezon, és tanulók tízezrei beleértve kisiskolásokat, akik most kezdik az iskolai életüket, gyakorlatilag első napjaikat fogják elkezdeni az iskolákban, mennek és ülnek be az iskolapadokba. Mire kell számítanunk ebben az időszakban? Hogyan kell közlekednünk? Mi az, ami érheti a gyermekeket? Tehát egy nagyon-nagyon összetett kérdés sorozatot szeretnék majd neked most feltenni ebben a műsorban, hogy ezzel is tudjunk segítséget és támpontot adni a szülőknek és maguknak, természetesen a gyermekeknek is. Az első kérdésem az lenne, hogy megnő-e a kockázata a közlekedési balesetek számának, hogyha a gyermekek tízezrével kivonulnak ez az iskolai szezon alatt az utakra? Természetesen ugye szeptemberben az iskola kezdéssel együtt több millióan elindulnak az iskolák, tanintézmények, óvodák irányában. Van, aki szülővel együtt, van, aki már önállóan közlekedik, van, aki éppen kerékpárral fogja megközelíteni a tanintézményt. Tehát sokan sokféleképpen jutnak el majd a tanítási vagy az egyéb oktatási intézményekbe. Ebből adódóan természetesen jóval megnő a kockázat, ami ebből adódik. Sokkal körültekintőbbnek kell lennünk, hiszen a reggeli kezdések, csúszások, kapkodások, késések miatt mindenki egy kicsit feszültebb, rengeteg a sorbaállás, tudjuk nagyon jól, hogy ilyenkor megnövekedik a gépjárműforgalom is az iskolák irányába, tehát ebből adódóan nyilván megnő az a kockázat is, ami a gyermekeinket vagy akár minket szülőket is érhet. Egyébként mi az, ami többlet kockázatot jelent? Ugyanúgy figyelni kell akkor is az utakon, hogyha csak egy-két ember lézenk vagy közlekedés részvevőre gondolok, de akkor is, amikor túl vannak zsúfolva az utak. Mi az, ami ilyenkor megnöveli a kockázati tényezőt? Induljunk ki abból, hogy a gyerekek több hónapos nyári szünet után térnek vissza az iskolába, óvodába, tanintézményekbe, és azt is látnunk el a statisztikák alapján, hogy a szeptember talán az egyik legbalesetveszélyesebb hónap ebből a szempontból. Nyilván ők még magukon érzik a nyár kikapcsolódását, a felelőtlen vagy a felhőtlen pihenés lehetőségét, és kicsit még szétszórtabbak, kevésbé figyelnek a közlekedési szituációkra, ezért nekünk, mint szülőknek vagy a közlekedés egyéb részvevőinek sokkal nagyobb körültekintéssel kell eljárnunk, főleg az iskolák környékén. Érezhető a különbség a nyári szünet, illetve az iskolai szezon alatt meglévő különbségeket tekintve a közlekedési balesetek számát illetően? Azt gondolom, hogy ez nem nagyon mutatható ki. Nyáron is sajnos rengeteg baleset történik, ugyanúgy, ahogy az iskolai szezonban is, hiszen akkor a gyerekek éppen a nyaralóhelyek környékén, vízparton vagy egyéb helyekre jutnak el, és akkor is különböző közlekedési eszközöket vesznek igénybe. Tehát ezt nem mondhatnánk, hogy a közlekedési balesetek nyáron kevésbé érintik a gyermekeinket. Van-e tapasztalatunk arról, hogy a gyermekek milyen mértékben felkészültek a közlekedési szabályokat illetően? Ismerik-e azokat, vagy csak egyszerűen a piros és a zöld lámpát veszik figyelembe? Hát erről azt gondolom, hogy talán akár a szülők, akár a pedagógusok tudnának többet mondani. Azt gondolom, hogy mindenkinek megvan ebben a maga felelőssége. Szülőként is megvan a felelősségünk, hogy megtanítsuk gyermekeinket közlekedni. Nagyon fontos egyébként azt gondolom a példamutatás, hogy mi szülők hogyan mutatunk példát a gyermekeinknek, akár amikor az autó volánján elülünk és megadjuk az elsőbséget a zebránál várakozó gyalogosoknak, akár amikor mi tömegközlekedéssel vagy éppen gyalogosan közelítünk meg bármilyen intézményt, vagy gyermekünket kísérjük el. Ugyanez igaz nyilván a gyermekekre is, vagy az iskolákra is. És
hogy meg kell tanítaniuk közlekedni a gyermekeket. Nagyon sokan közlekednek már kerékpárral. Fontos lenne tudni, hogy milyen szabályok vonatkoznak a kerékpárral közlekedőkre, amit nem biztos, hogy minden esetben a gyermekek tudnak. Tehát ezért azt gondolom, hogy a felelősség közös, tanárokat, szülőket egyaránt terhel az, hogy megtanítsa a fiatalkorú gyermekeket a közlekedésre. Ha már a kerékpárról beszélünk, akkor nagyon sok esetben azt lehet látni, hogy vannak újabb közlekedési eszközök is, amiket a gyermekek használnak. Nem magyar szóval kifejezve, ez a szegvély. Nagyon sok gyermeket látok ezekkel a kis elektromos kis kütyükkel közlekedni, vagy elektromos rollerekkel, amikkel bemennek a tanintézményekbe. Ez milyen mértékben növeli meg a közlekedési kockázatokat balesetek tekintetében? Nyilván ugye ezek kisebb számú közlekedési eszközök, mint mondjuk például a kerékpár. A kerékpározni azért általában minden gyermek megtanul kiskorában, a szülők megtanítják rá. Ezek viszont olyan közlekedési eszközök, amelyeknek az elsajátítása, a használatuk elsajátítása azért egy külön képességet igényel. Ezzel nem mindenki rendelkezik, nyilván az, aki használja napi szinten rendszeresen, az megtanulhat ezekkel balesetmentesebben közlekedni, de aki mondjuk kölcsönkéri éppen a barátjától, haverjától, osztálytársától, hogy hagyd menjek már én is egy kört, na ilyenkor azt gondolom megnövekednek a baleseti veszélyek, mert ezeket ugye nem nagyon lehet majd kivédeni azok, akik nincsenek felkészülve ezen eszközök használatára. Ha már erről, ezekről az eszközökről beszélünk, lehet, hogy erre nem fogsz tudni egyértelmű választ adni, de mint biztosítási szakember, és te is ugye a baleset megelőzéssel foglalkozó egyik szakember vagy, ezért föltenném neked a kérdést, hogy te engednéd-e, hogy ezeket az eszközöket a tanulók bevigyék a tanintézménybe? Ezt azért is kérdezem, mert én próbáltam ilyen eszközön közlekedni, és nagyon komoly egyensúlyt igényel. Teljesen más, mint hogyha egy kerékpáron vagy egy motorkerékpáron ül az ember, holott én nagy motorkerékpárral is közlekedem, és ezzel az eszközzel azért éreztem, hogy teljesen más odafigyelést igényel. Na most az, aki ezzel nem fog tudni úgy közlekedni, vagy úgy megtartani az egyensúlyát, hogy kellene, az lehet, hogy a tanintézmény falain belül balesetet szenvedhet el. Te engednéd, hogy ezeket az eszközöket a tanulók bevigyék az iskolai falak közé? Hát nyilván az én véleményem nem mérvadó, de ha már engem kérdezel erről, én személy szerint nem engedném és nem ülnék neki, hogyha mondjuk akár az én gyermekeim is ilyen eszközökkel mennének az iskolába. Reggel felkelünk, készüljünk már fejben is a tanórákra, az iskolára, a feladatra, a dolgozatra, stb. De hogyha egy ilyen eszközre felülünk, vagy éppen ráállunk, akkor az nagyban elvonhatja a figyelmet azért arra, hogy felkészüljünk az előttünk álló délelőtti vagy egésznapos tanulási feladatokra. Aztán azért meg kell jegyezni, hogy nem nagy eszközről beszélek, tehát nem egy kerékpár méretről, hanem ekkorák ezek az eszközök, a legkisebb méretben legyártott eszközök ilyen mérettel rendelkeznek. Ez egy bevásárlós szatyorba elfér, sőt a kisgyerek talán a hónalára is föl tudja kapni, el tudja magával vinni, gyakorlatilag kis helyet foglal el, és senkit nem fog zavarni. És ha bekerül ez az iskolai falak közé, nekem is az a meglátásom, hogy ez olyan gyereknek, aki tudja használni, nem okozhat problémát, de aki nem tudja használni, az nagyon komoly balesetet fog tudni elszenvedni. Ez így igaz. Létezik-e egyébként olyan baleseti statisztika, amit a tanulók és gyermekek, itt a tanulási időszak alatt, az iskolai szezon alatti időszakot tekintve tenném fel a kérdésemet, amit tanulók szenvednek el az iskolai időszak alatt? Most csak a közlekedési baleseteket tekintve szeretném ezt a kérdést feltenni. Közlekedési balesetekre ennyire nincs levetítve a tanulókat vagy gyermekeinket ért baleseti statisztika. Azt lehet tudni, hogy a minden egyes tanítási napra nagyjából 20 baleset jut, ami a gyermekeinkkel oktatási intézményben, legyen egy bölcsöde, óvoda, iskola vagy bármilyen felsőoktatási intézmény, tehát nagyságrendileg naponta 20 ilyen baleset történik ezekben az intézményekben. Ez egy nagyon komoly adat, ez minden tanítási napra. Minden tanítási napra, így van. Tehát nagyjából 4000 az a baleseti szám, amely a gyermekeinket éri szeptember 1-től egészen a tanítási időszak végéig. Ezek a balesetek általában mitből tevődnek össze? Azt lehet mondani, hogy nagyjából ezeknek a baleseteknek a 40%-a testnevelési órák, vagy a sportfoglalkozások során következik be. Azt is el lehet mondani még, hogy nagyjából a legtöbb baleset a 10 és 13 év közötti gyermekeket érinti, ők szenvedik a legtöbb balesetet. Valószínűleg ugye náluk még a figyelem nagyon szétszórt, és nincsenek felkészülve ezekre a baleseti szituációkra, vagy még nem annyira körültekintően közlekednek, élnek, mozognak az iskola falain belül. És azt is el lehet mondani, hogy ez nagyjából a délelőtti időszakra tevődnek ezen iskolai baleseteknek a legnagyobb száma. Ez a 10-13 év közötti kor, ez pontosan az a kor, amikor már
már úgy érzi, hogy egy kicsikét okosabb, mint amikor kisebb volt. Elindul a serdülő korszak is talán, és már a magatartásbeli problémák is kicsit ellenállók, és megmutatom, hogy én is vagyok, mint gyermek. Ezek ugye azon már dominálnak egy 12-13 éves korban lévő gyermeknél, akár fiú, akár lánygyermeknél. Míg mondjuk egy kisebb gyermek, aki 10 év kor alatti, az még engedelmesebbnek tekinthető a nevelők, a tanárok felé, de ebben a korban ez a serdülőkor és ebben járó belejáró tünetek okozhatják azt, hogy megnövekszik ebben a korban a baleset? Hát a két fiú édesapjaként tapasztalatból is mondottam, hogy pont ez az a kor, ez a 10-13 év közötti kor az, amikor a gyerekek meg nálunk is okosabbak. Minden tudnak, ők nagyon jól tudják, hogy kell közlekedni, hogy tudják elkerülni a veszélyeket, csak sajnos ez a gyakorlatban nem mindig így valósul meg. A bekövetkezett balesetek alakulása véget általában kik a felelősök? Tehát akik elszenvedik, vagy mások, akik okozzák? Ugye ez tudom, hogy egy nagyon összetett kérdés. Számtalan esetben lehet látni, és amikor bemegyek a gyermekeimet az iskolába, akkor rohangálnak folyosan, ahol tudjuk, hogy az iskola területén nem szabad rohangálni. És bármikor elesett egyik, meglökje a másikat, megvan a baj. De mégis meg lehet-e azt határozni, hogy mi az, ami, vagy ki az a háttér, vagy mi az a szituáció, ami felelősséggel ruházható fel egy ilyen baleset folyamán? Hát az oktatási intézményekben alapvetően az objektív felelősség elve érvényesül, ami azt jelenti, hogy a vétkességre való tekintet nélkül az oktatási intézmény a felelős az ott bekövetkező balesetekért. Tehát amikor, ahogy mi elmegyünk egy munkahelyre, úgy a gyermekeink számára az iskola, a tanintézmény, az óvoda, az a munkahely. Tehát oda belépnek, onnantól kezdve maga az intézmény a felelős az ott bekövetkező balesetekért. De hogyha két rokoncátlan gyermek egymás közötti vitája mondjuk elfajul egy verekedéssel, ami tudjuk, hogy az iskola falai között nem ritka esetek, abban az esetben nem lehet egy nevelőt mondjuk felelősségre vonni. Én úgy gondolom, hogy ha ilyen szituációból kialakul egy olyan állapot, mondjuk egyik gyerek meglöki a másikat, most mondok egy példát, ami bármikor előfordulhat, és az megüti magát, és ennek következtében mondjuk megsérül, akkor mégis kit vesznek elő? Kit lehet felelősséggel? Nyilvánvaló minden esetben ugye megvizsgálják a baleset bekövetkezésének a körülményeit, de abból induljunk ki, hogy amikor elengedjük a gyerekünket az iskolába, akkor rábízzuk az ott dolgozó pedagógusokra, tanárokra, nevelőkre, és az övéké a felelősség, amikor átadjuk és beengedjük a gyermekünket az iskolakapun. Mi a tapasztalat azt illetően, hogyha történik egy baleset, bármilyen jellegű balesetről is beszélünk az iskola falé között, akkor a szülők gondolom ilyenkor a tanintézménnyel és a megfelelő nevelőkkel, vagy magával az egész nevelőkarral szemben lépnek fel, hogyha fellépnek jogilag. Ez jelente gondot egy adott tanintézmény számára? Vagy ez hogy alakul egyáltalán? Ez nagyon összetett kérdés. Hát ugye abba belegondolunk, hogy éppen az az osztályfőnök a felelős a gyermekünket ért balesetért, akivel igyekszünk azért jó kapcsolatot kialakítani, akár a gyermekünk fejlődése érdekében is. Tehát ez tényleg egy összetett kérdés, hogy megfelelő hatékonysággal fel tudunk, vagy fel akarunk-e lépni az iskola ellen, vagy éppen a pedagógus ellen. Sokszor a szülők bizonyos esetekben meghátrálnak már, és nem viszik végig ezeket a kárrendezési eljárásokat, holott ugye abból kellene kiindulnunk, hogy az iskoláknak rendelkezniük kell egy olyan felelősségbiztosítással, amely átvállalná azokat az anyagi terheket, amelyek egy ilyen baleset kapcsán ugye az iskolára hárulnának. Tehát az iskolát alapvetően kár nem éri, ezt kellene a szülőknek is tudniuk, hogy itt nem a pedagógus fogja majd kifizetni azt a kárt, vagy az iskola, hanem a felelősségbiztosító áll ezen balesetek mögött. Egyébként, ha belegondolunk, a tanárok az iskola falai között hozott anyagból dolgoznak. Egy ponton túl meg tudjuk nagyon jól, hogy sok mindent nem tehetnek. Ők megtesznek mindent annak érdekében, hogy rendet és fegyelmet tartsanak az iskola falai között, de ennek ellenére, amit mondasz, hogy megtörténik naponta átlagosan 20 baleset. Mik azok a legsúlyosabb esetek, amik erről tudunk, ami eddig történt iskola falai között? Hát nyilván a legsúlyosabb balesetek azok a törések vagy ájulások, amelyek, ahogy már mondtam, tornaórákon, testnevelési órákon, vagy éppen a szünetekben, folyosókon, vagy az iskolaudvaron történő rohangálás, szaladgálás közben következnek be, de valóban itt nem ritkák a tényleg súlyosabb koponya, vagy egyébként gerincsérülések is, mert tényleg egy szerencsétlen esésnek a következményei szinte kiszámíthatatlanok. Említetted, hogy a tanintézmények rendelkeznek olyan tanulókra vonatkozó, vagy az egész iskolai intézmény falain belül történő
esetekre vonatkozóan olyan felelősségbiztosítással, ami kárenyhítést tud biztosítani. Egy kicsit beszéljünk erről részletesebben, mert igazából megmondom, én sem hallottam ilyenről. Én úgy gondolom, hogy ha én biztosítást szeretnék előgondoskodás által magamnak megteremteni, akkor ezt nekem meg kell tennem. De hogyha elmegyek egy tanintézménybe tanulni, megmondom őszintén, nem tudtam arról, hogy ilyen biztosítási formája van egy tanintézménynek. Egy kicsit beszéljünk erről részletesebben, hogy erről mit lehet tudni, ez hogy működik. Mondjuk bemegy egy átlag család, ott vannak a gyerekek, tanulnak, megtörténik, nehogy Isten egy baleset, senkinek nem kívánjuk természetesen. De akkor mégis hogy működik az a biztosítási forma, ami ilyenkor lehetőséget tud biztosítani kárenyhítés céljából? Holott tudjuk ilyen, hogy akkor a szülő erre nem fizetett elő. Akkor válasszuk ketté ezt a kérdéskört. Ugye létezik egy 119/2003-as kormányrendelet, aminek alapján ugye az állam által finanszírozott gyermek- és ifjúsági baleset biztosítása rendelkezik valamennyi 3 és 18 év közötti magyar gyermek. Tehát ezt nem kell kérnünk, erre nem kell fizetnünk, ez az állam finanszíroz, az állam biztosítja a gyermekeink számára. Hozzá kell azonban tennem azt is, hogy ezen biztosításban az én szakmai megítélésem és véleményem szerint rettenetesen alacsonyak azok a biztosítási összegek, amelyek ebben fedezetként szerepelnek. Ha belegondolunk abba, hogy mondjuk egy csontörés esetén 3000 forintot fizet ez a biztosítás, vagy nagy Isten egy súlyosabb, mondjuk akár a látás elvesztés esetén is összességében 300.000 forintot térít majd a biztosító, akkor belegondolhatunk, hogy ez egy valóban csak tényleg egy annyira alacsony összegű biztosítás, amivel túl sok a sajnos tényleg egy valós kár esetén nem tudunk kezdeni, de valóban létezik egy ilyen biztosítási fedezet, amely az egész világra nap 24 órára kiterjed és védi a gyermekeinket. Ez alanyi jogon minden 3 és 18 év közötti gyermeknek jár. Sajnos a szülők nagyon nagy hányada nem tudja, hogy létezik egy ilyen biztosítás a gyermekükre, és ezért nem is nagyon veszik igénybe a legtöbb esetben ezt a biztosítási kártérítési formát. Egyébként, bocsánat, egy kicsit mást is megkérdeznék ebben kapcsolatosan, ez azt jelenti, hogy ez mondjuk a közintézmények területén is biztosított? Ez a minden egyes, így van, iskolában, szabadidőben bekövetkező balesetekre ez fedezetet nyújt. Így igaz. A másik, amiről beszéltünk az előbb, az pedig ugye az iskolák által köthető felelősségbiztosítás, amely tulajdonképpen tehermentesíti a tanintézményeket a kár megtérítés alól. Nyilván van egy önrészesedés, ami őket terheli, de a teljes kárt, tehát a önrészesedés feletti kárt, viszont ezek a biztosítások kell, hogy megtérítsék a balesetet szenvedett gyermek részére. Élnek a tanintézmények ezen lehetőséggel? Mert ez ugye nekik pénzükbe kerül, és azt nagyon jól tudjuk, hogy a tanintézmények fenntartása sem ingyenes, tehát gyakorlatilag azért, hogy komoly összegekről van szó, télen a fűtés, renoválás, eltörik valami, pótolni kell, stb. Azért egy ilyen biztosítás egy megfelelő összegbe kerül, de tudnak élni anyagilag a tanintézmények egy ilyen biztosítási alternatívával? Tudomásom szerint minden intézmény kell rendelkezzen ilyen felelősségbiztosítási fedezettel. Ezt olyannak vegyük, mint a gépjármű felelősségbiztosítást? Így van. Így van. Ennek van túli kategóriája, vagy mindenkire egyenértékűen ugyanaz vonatkozik? Vagy azt mondja a biztosító, hogy kínálok egy alternatívát X összegtől Y összegig, és attól függően, hogy ki melyiket választ, ennek megfelelően történik mondjuk egy kárenyhítés során a térítés. Ezt tudomásom szerint központilag szerzik be, és ennek megvan a meghatározott kártérítési összeghatára, és ez vonatkozik minden egyes intézményre. Ezen kívül létezhet-e olyan biztosítási forma a tanulók számára, ahol adott esetben azt mondja a szülő, hogy én kötök egy olyan biztosítási formát, ami ezeken kívül, amit most két lehetőséget is létező lehetőséget elmondtál, hogy ő azt mondja, hogy én még ezen kívül szeretném a gyermekemet biztonságban tudni, és elmegy a biztosítóhoz, elmondja, hogy a gyermekem itt és itt jár tanulni, és ezen kívül én még szeretnék neki egy ilyen alternatívát megkötni. Kaphat egy ilyen lehetőséget? Abszolút. Több biztosítónál is léteznek olyan speciális gyermekekre vonatkozó, és igazából a tanévre specializált biztosítási formák, amelyek bárki számára megköthetőek és rendelkezés állnak. Nagyon sok iskolában is ezek elérhetőek, ezek a biztosítási formák és lehetőségek. Nagyon sok szülő ismeri is őket, és azt gondolom, minél többen jó, hogyha élnek ezzel a biztosítási lehetőséggel, hiszen éves szinten 1000-től 10.000 forintig teljenek a biztosításnak a díja, és ezért egy megfelelő fedezetet tudunk vásárolni. 10.000 forintért viszont már tényleg egy megfelelő biztosítással rendelkezhet gyermekünk. Ha valaki rendelkezik saját maga által
kezdeményezett biztosítási alternatívával. Ettől független, és mondjuk nagy Isten a gyermeke balesetet szenved el. Ez alapján mondjuk kártérítésben is részesül. Az iskola által is meglévő, kötelező érvényű biztosítást is fel tudja használni. Magyarán mind a két biztosítási lehetőségből kaphat kártérítést, vagy ilyenkor csak az egyiket választhatja a meglévők közül. Ez hogy működik a gyakorlatban? A balesetbiztosítás egy olyan termék, amelyből akárhány biztosítással rendelkezhetünk. Tehát ha azt gondoljuk, hogy mi szeretnénk minden biztosítónál kötni egy balesetbiztosítást, azt is megtehetjük, és kár esetén minden biztosító kártérítést fog számunkra fizetni a leszerződött kártérítési limit erejéig. Tehát a kérdésre válaszolva, ugyanúgy igénybe vetjük az állam által díjmentesen biztosított balesetbiztosítási fedezetet, és ugyanúgy igénybe vetjük egy baleset kapcsán a saját magunk által kötött öngondoskodást is. Tehát ez semmi nem tiltja, és... Ez semmi nem tiltja, akárhány balesetbiztosítással rendelkezhetünk. Ha a tanintézményekről beszélünk, Zoli, akkor ugye nem csak oda tanulók járnak, hanem nevelők, tanárok, oktatók is. Ha az ő esetüket nézzük, milyen mértékben érheti a tanulókat, nevelőket, oktatókat az intézmény falai között olyan nem kívánatos esemény esetleg, nagy Isten baleset, ami őket tartósan mondjuk munkaképtelenné tudja tenni? Hát ez egy megint csak más kérdés. Itt nyilván őket is érheti baleset, ahogy bármelyikünket munkavállalóként érheti baleset. Ilyenkor nyilvánvalóan, hogyha van az iskolának egy munkáltatói felelősség biztosítása, hiszen ők a munkáltatói a tanároknak, akkor ez a biztosítás nyújt majd egy megfelelő fedezetet a bekövetkezett baleset esetén. Természetesen a tanárok köthetnek saját magukra is balesetbiztosítást, ahogy beszéltünk róla, szinte korlátlan számban. Ez mindenkinek a saját felelősségvállalása vagy öngondoskodása határozza meg, hogy köte ilyet. Jellemző egyébként, hogy ők elszenvednek balesetet, erre létezik statisztika? Erre én nem találtam statisztikát, hogy tanárok mennyi ilyen balesetet szenvednek el, de hogyha legutóbb nézzük akár az iskolai kirándulások, legyen az egy külföldi buszkirándulás, vagy egy országon belüli kirándulás kapcsán, ugye nem csak a diákok sérülnek és sérülhetnek meg, hanem sajnos a pedagógusokat is érheti súlyos, vagy akár éppen végletes, vagy végzetes kimenetelű baleset. Tudjuk nagyon jól, mi történt most 2017. január hónapban, ez elég szomorú volt ez az esemény, és senkinek nem kívánjuk, hogy egy ilyet átéljen. Visszatérve egy kicsikét a tanulókra, számtalan esetben lehet azt tapasztalni hosszú évek óta, hogy elterjedt a fülhallgatóknak a használata. Én több olyan fiatallal már beszéltem, akik éveken keresztül használtak fülhallgatót, és halláskárosodást szenvedtek el. Ami azt jelenti, hogy ugye be van dugva az úgynevezett okostelefonba a megfelelő csatlakozó, a másik két fék pedig a két fülbe jó erősen benyomva, és a fiatal hallgatja a zenét. Én ebben több kockázatot látok egyébként, nem csak az, hogy halláskárosodást fog elszenvedni, mondjuk ez éveknek az eredménye, hanem nagyon sok esetben úgy gondolom, hogy ez olyan baleseti kockázati tényezőt jelenthet, hogy nem fogja hallani a közlekedésnek az ajait. Milyen mértékben növeli meg a fülhallgatók használata a fiataloknak a baleseti kockázatát? Egyszerűen lehet, hogy ő lelép zölden a járdáról, zebrán van, de nem, mivel nem hallja, lehet, hogy nagy sebességgel jön egy gépjármű, és akkor megtörténik egy nem kívánatos esemény. Ez hogy alakul? Erről tudhatunk-e valamit? Ezt mindenképpen fontosnak tartottam szóba hozni, Zoli, mert én számtalanszor látom azt egy fiatalokat, hogy bedugva mind a két föl, és akkor lehajtott fejjel gondolkodnak. Igen, ma már olyan jó minőségű és speciális fej- és fülhallgatókat is lehet kapni, amelyek abszolút kiszűrik a külső zajokat. Tehát magyarul mondhatjuk azt, hogy ezek a gyermekek, akik ilyet használnak, azok az egyik legfontosabb érzékszerveket kivonják a forgalomból, vagyis a hallásukat. Ebből adódóan, ahogy nagyon jól mondtad, a környezeti zajokat, a közlekedés zajait, akár egy dudaszót, ami jelezné számokra, hogy éppen vigyázzanak, mert veszélyhelyzet állt elő, ezeket nem hallják. Azt is megfigyelhetjük sokszor, amikor éppen mondjuk zenét hallgatnak, hogy átélik annak a zenének a hatásait, és meg adott esetben a szemüket is becsukják, vagy éppen elkalandozik a figyelmük, és ebből adódóan nyilván sokkal nagyobb kockázatnak vannak kitéve ezek a gyermekek. Tehát ezt azt gondolom, hogy maximális körültekintéssel kellene használni, vagy úgy, hogy amikor közlekednek, akkor csak az egyik fülük legyen bedugva, a másik fülük pedig szabadon legyen hagyva, hogy a külső kültéri zajokat is fel tudják fogni és dolgozni. Én a magam részéről annyit tettem, hogy a gyermekeimét elvettem, és kidobtam a kukába. Megmondom őszintén. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy ez otthonra jó, de ha nem tudja betartani ezt a szabályt,
akkor inkább el fogom zárni a lehetőséget, és kizárom annak a lehetőséget, hogy ezáltal balesetet szenvedjen el. Létezik erre vonatkozóan olyan baleseti statisztika, hogy hányan szenvednek el balesetet, és milyen mértékű balesetek adódhatnak ennek következtében. Tudunk-e ilyenről? Erre külön statisztikát nem találtam, hogy a fülhallgató vagy ezek használata milyen baleseti statisztikákat mutat. A szülőknek a felelőssége, véleményed, mint szakember szerint milyen mértékben állapítható meg mondjuk a fülhallgatós esetekben? Mert én, mint szülő, odafigyelek a gyermekeimre, hogy igen, nem fogod elvinni magaddal, mert ebből probléma adódhat. Nem biztos, hogy lesz, de adódhat. Milyen mértékben állapítható meg a szülőnek a felelőssége szerinted? Én azt gondolom, hogy szülőként az egyik legfontosabb dolgunk a példamutatás. Tehát kezdjük azzal, hogy amikor mi vezetjük a gépjárművet, akkor nem telefonálunk vezetés közben. Vagy ha telefonálunk, akkor használjuk a gépjárművekbe sokszor már beépített gyári kihangosítót, vagy használunk egy olyan headsetet, amivel kiküszöböljük azt, hogy a kezünkbe fogjuk a telefont. Egyébként nyilván a gépjármű vezetése közbeni telefonálás azért, amellett, hogy használjuk ezeket a technikai eszközöket, azért sokszor eltereli a figyelmünket, hiszen lehet egy olyan rossz hír, vagy egy olyan váratlan információ, amit kapunk telefonon, ami abszolút eltereli a figyelmünket, és már is belesodorodunk egy rossz szituációba. Tehát ezzel például példát tudunk mutatni a gyermekeinknek, hogy ők is látják, hogy vezetés közben, közlekedés során hogyan használjuk ezeket az eszközöket, a telefonunkat. Nyilvánvaló, a gyerekeknél még nem fordul annyira elő, hogy nekik mindenképpen közlekedés közben headsetet kell használni, és azon keresztül kell telefonálniuk, mert én nem is tartom egyébként jónak, hogy egy gyerek, amikor mondjuk a tömegközlekedési eszközön megy hazafelé, kezébe a telefonjával utazik, mert ez ugye rengeteg egyéb más eseményre is alkalmat adhat. Zsebtolvajok, nagyobb gyerekek, bandák, stb. Elveszik a 100 vagy akár több 100 000 forintos készülékeket. Tehát ezt mondjuk eleve nem javasolnám, hogy elő legyen a gyereknél egy ilyen telefon, legyen a táskába, és a közlekedés között nem is kell használni, azt gondolom, ezeket a készülékeket. 10 másodpercünk maradt. Mit tudnál üzenni a gyermekeknek és a szülőknek is most az iskolai szezon megkezdésekor? Hát én azt üzenném, hogy tegyenek meg mindent a saját és gyermekeik biztonsága érdekében, amennyiben van rá anyagi lehetőségük, ne sajnálják azt az 1000 és 10 000 forint közötti éves összeget egy jó biztosításra, ha ezt belegondolunk, egy dobott cigaretta havonta. A gyerekeknek pedig azt üzenném, hogy kellő körültekintéssel, fegyelmezetten a közlekedés szabályokat betartva közlekedjenek. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem, vigyázzanak egymásra is, és saját magukra is, hogy ne legyen áldozat. A műsort támogatta a PTB Pajzs Kft. Önerőből lophatatlanná teszi autóját. A műsor támogatója a 18 MK autós iskola, a múlt és a jövő iskolája.